Orbán Ottó, a 20. század költői. Kidöglik alólam a vers, Richard alól a ló. Letűnik a színről egy generáció, a nemzedékem. Viszi verességeit, rögeszméjét, hogy ő majd igenis segít a századokon át nem gyógyuló bajon, mert ő a képzelet és a forradalom, pedig csak seggen csúszás, önbiztatás, mánia. Egyikünkből sem lett Isten fia, csak irodalmi sztár vagy népvezér. Bár közben, ahogy szokás, folyt a vér és viharfelhők, villámlás, véreres ég, kívül-belül füstölgő vereség. Mi csillog mégis itt? Miféle szerelem lidérce szelleme játszik velem, hogy a rám maradt beszédes csodát épségben, sértetlenül adjam át. Csak tudnám, nyöszörgök, kinek, minek, a senkinek, súgja a semminek, mert ez nem egy az eszközök közül, ezen fény szikrázik, ezen köd ül, mint hegy csúcsán, ez él. Ez az, hogy élsz. Egy porcikájában a végtelen egész, és egyikükre sincs meggyőző magyarázat. Elbukik. Föltámad. Megalázkodva lázad, majd végigver mindent, mint a tavasz zöld ostora a tetszhalott ágat. Ne add föl! Ne add föl soha!